Sok szeretettel köszöntünk benneteket Görögországból, Kassa Anitával, a nyers nyaralás utolsó napjáról. Nem, mindjárt indul a repülő, indulunk hazafelé, és lesz Hajdúszoboszló. Hétvégén egy elvonulás, ami a Kassa Anita rendezvénye, de lesz szerencsém az ételt nekem készíteni, illetve ha valakinek lenne kedve, ha más nem csak azért, hogy nyers vegán ételeket készítsen velem, már ezért megéri eljönni erre az elvonulásra, de a többi hasznos információt, Anita, kérlek mondd el a nézőinknek. Sziasztok, szeretettel köszöntelek titeket. Júniusban volt az első ilyen női elvonulásunk, amelynek igazából az alapját a NIA, NIA technika adja. Ez a tábor igazából az elfogadásról szól. Egy szeretetteljes női teret, női közeget teremtünk, és ez arról szól, hogy megenged magadnak azt, hogy olyan légy, amilyen valójában vagy. Tehát itt le lehet venni nyugodtan az állarcokat, a maszkokat. A NIA ehhez egy csodálatos eszköz, egy csodálatos segítség, hogy kifejezd azt, ami benned van, úgyhogy hogy itt nem kell attól tartanod, hogy mit gondolnak rólad a többiek, mit gondolnak rólad a nőtársaid. Itt igazából csak saját magadra kell figyelned, hogy mi van benned, és mit szeretnél kiadni magadból. Mi az, ami felgyűlölet, amit le szeretnél vezetni. És a NIA ahhoz segítség, hogy ezt akár a mozgásod által meg tud tenni, illetve adhat ki magadból hangokat, érzéseket, bármit. A NIA igazából általánszművészeti elemekből, hatművészeti elemekből és öngyógyító technikákból, de egy nagyon egyszerű dologról van szó, tehát a jelmondata igazából, hogy a mozgás a saját tested útján. És ezt kombináljuk táncmeditációval, illetve fantasztikus vegán ételekkel Istvánnak köszönhetően. Mindez egy jurtában, egy eredeti kazasztáni jurt, olyan 80 négyzetméter? 80 négyzetméter, igen, 10 méter körül, 80 négyzetméter körüli a juta, 10 méter átmérőjű, és ez egy csodálatos hangulatot ad az egésznek, egy csodálatos teret fizikailag is, és ezen túl is tudunk ott teremteni. Szauna is van, igen, jacuzzi. Lehet szaunázni, jacuzzizni. És az előző táborunkból szeretném még megemlíteni, hogy olyan szinten elfogadó ez a társaság, hogy volt egy hölgy nálunk az előző táborunkban, aki paleo táplálkozást követ, nem igazából kompletten, vagyis hogy majdhogy nem kompletten a nyers vegán táplálkozás ellentétje. És ő igazából saját magának készítette az ételeit a táborunkban, de ő volt az a személy, aki elsőként odaérkezett hozzám a NIA óra után, és csillogó szemekkel átölelt, és azt mondta, hogy köszönöm, és olyan boldogság áradt az egész lényéből, hogy ez az, amit érdemes megtapasztalni, hogy elfogadunk olyannak, amilyen vagy, bármilyen is legyen. Így van, az előző hétvégén is csodálatos volt, én biztos vagyok benne, hogy ez a hétvége is csodálatos lesz, arról nem is beszélve, hogy visszük a 9. nyers nyaralás energiáját, hogy érezted itt magad? Fantasztikus volt, mint tavaly is. Igen, nagyon csodás volt, láttunk hullócsillagokat is, delfineket, meg sok különleges élményben volt részünk. Ezt az energiát visszük haza nektek, és hogyha van kedvetek, akkor most hétvégén Hajdúszoboszlón találkozzunk, alkossunk együtt, táncoljatok, ti hölgyek, és ami nagyon fontos a helyzetre való tekintete, az árazást is extra barátságosra csináltad meg, amit ezúton is köszönök a többiek nevében is. A részleteket a videó alatti linken találjátok meg a Facebook eseményt, és hogyha úgy érzitek ott a helyetek, akkor Anitának írjatok, és jelentkezzetek. És akkor hétvégén, szombaton pedig találkozzunk. A legjobbakat kívánjuk! Szeretettel várunk titeket! Sziasztok! Sziasztok!